Sziasztok, itt újra vidéki srác, egy újabb tesztvideó. Ugye a címben lehet látni, hogy Monster Mangoloko, PL, vagyis lengyel, viszont magyar címkés. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy a szárcsögyökre és vietnámi fanta tesztvideómban elmondtam, hogy melyik két új monster jelenik meg, illetve ugye a helleket is elmondtam. Visszatérve két új monster, az egyik ugye az Ultraviolet, ha visszanézitek, akkor meglátjátok, meg is mutattam a dobozokat, de most úgy is meg fogom nektek mutatni az egyiket, következő videóval a másikat fogjuk tesztelni. Szóval egy Mangoloko, meg egy Ultraviolet érkezett, ugye a címben lehet látni, hogy a Mangolokot hoztam el. Monster Mangoloko, ez egy juice-os energiaital. Annyit kell elmondjak róla, hogy lengyel egyébként, nem teljesen magyar, hanem lengyel, PL, csak magyar címkével. Ugyanez volt a, mindjárt mondom nektek, a barackos rehabnél. Az csak annyi volt ott a különbség, ugyanúgy magyar címke, csak annyi volt a különbség, hogy osztrák doboz volt, és ugye szintén taurinos, ugye, mint tudjuk, ez is ugye taurinos, mivel lengyel ugye külföldi. Dobozát tekintve elég szépen néz ki, ugye ilyen kis koponyák találhatók rajta. Sajnos ez a magyar címke, ez itt eltakar egy jó nagy részt, sajnos. És ugye lehet látni, ugye ez egy fél literes kiszerelés, kék maga az alapszíne a doboznak, ugye, és úgy van ráfestve ezek a többi díszelemek, illetve betűk, stb. Stb. És ugye kék ez nekem a kedvenc színem. Szerintem, lássunk hozzá, egyébként Lengyelországban ez 18 novemberében jelent meg ott. Hát ugye nálunk nem tudom milyen dátummal fog megjelenni, mert állítólag én úgy tudom, hogy március 29-től van hivatalosan kiírva a Mangoloko, csak hát ugye, ahogy mint ugye elmondtam, meg lehet látni, nem magyar, hanem lengyel. Majd idővel biztos, hogy full magyar lesz. Hát ugye láthatjuk a színét, szép sárga színe van. Kellemesen lehet érezni maga azt a mangó illatot. Ugye színével is hasonlít rá. Elég jól néz ki. Kóstoljuk meg egészségetekre. Vegyes érzések kavarognak bennem. Ugye és nem tudom eltalálni, hogy ez mire hasonlíthat, de megpróbálom, hogy be korrigálni, hogy vajon milyen íze lehet, mert egyfajta mangó érzetet kelt, ugye mint illatra, mint ízre, de viszont nem mangós. Legalábbis nekem nem így jön le, hogy ez full mangós, hanem olyan, mintha éreznék benne egy kis, hát hogy is mondjam nektek, kis szőlőt, kis ananászt, igen, őszi barack, sárga barack, keverék, narancs. Ugye ezeknek inkább a kombóját lehet érezni, mint sem, hogy full mangós legyen az egész. De ettől függetlenül én azt mondom nektek, hogy ezt érdemes kipróbálni. Érdemes megkóstolni, aki szereti a Monstert, annak főleg. Meg aki ugye szereti az új ízeket kipróbálni, azoknak ajánlom, érdemes. Egyébként most le van akciózva Tesco-ba, ugyanis ezt, illetve az Ultraviolet, ami a következő videóban fog lenni, csak a Tesco-ban kapható még, illetve kettő darab vásárlása esetén 299 forint. Szerintem érdemes megvenni. Ez a Mangoloko nekem nagyon ízlik. Dobozra adnék 10 per 10-et, helyett 10 per 9-et adnék, de marad a 10 per 10. Csak annyi ugye, hogy hát
Nem tudom. Az a magyar címke, ez így nem jó. De biztos, hogy full 10 per 10 lenne a doboz, mert ugyanaz, mint amit ugye megmutattam a szárcsa gyökeres vietnámi fantánnál. Semmi különbség. Ízrael viszont ugyanúgy 10 per 10-et adnék. Nekem ízlik, le a kalappal, finom. A lengyel, cucc, mert ugye nem magyar, de nagyon kíváncsi leszek a magyarra, és megígérem, hogy amikor teljesen magyar lesz, akkor le fogom tesztelni nektek. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni, illetve a harangot benyomni, hogy értesüljetek a legfrissebb videóimról. Én Vidéki Srác voltam, legközelebbi videómmal találkozunk. Ha minden igaz, lesz az az Ultraviolet. Következő videómmal találkozunk, addig is. Sziasztok!